Sziasztok, köszöntök mindenkit a mai adásban. Ma egy régi dologról fogunk beszélni, ami újfent felütötte a fejét a WoW Classic szervereken. Ez pedig nem más lesz, mint a Black Lotus Mafia. Amikor a WoW Classic, WoW legértékesebb erőforrásairól van szó, ahol elkerülhetetlenül szóba kerül a Fekete Lotus. A jövőben a hardcore WoW Classic játékvilágokon ismét számtalan játékos fog harcolni ennek a drága növénynek a megszerzésért. Azonban mindenkit biztosan kiszorít majd a Fekete Lotus Bot Mafia. A klasszikus World of Warcraftban a Warcraft világ erőforrásainak megszerzése sokkal fontosabb szerepet játszik, mint a modern verziókban. Olyan anyagok, mint az Arcane Crystal, a Devil's Hour Leather és természetesen a Fekete Lotus, vagyis Black Lotus csak nagyon korlátozott mennyiségben szerezhetők meg a játékban. Emiatt a belőlük készült fegyverek, páncélos és alchemik elképesztően magas arany értéken mozognak. Ezért ezek az erőforrások fontos szerepet játszanak azok számára, akik gazdagodni szeretnének. A Mafia és a botjai. Még az eredeti World of Warcraftban is elterjedt a Devil's Hour Mafia kifejezés, mint egy olyan játékosokban álló csoport, akik átvették az uralmat Angorokráter felett, hogy teljes mértékben uralják a Devil's Hour Leather forrását és végül irányíthassák annak árát. A WoW Classicban pár évvel ezelőtt ismét e kifejezés előtérbe került. Azonban még félelmetesebb volt a küzdelem a Fekete Lotusért, ami nem meglepő, mivel ez a növény csak 4 magas szintű területen, 10 spawn pontban nőtt. Minden területen egyszerre csak egyetlen virág létezett, és annak leszedése után 45-től 80 percnek kellett eltelnie, hogy újra spawnoljon. Népszerű, zsúfolt szervereken a verseny olyan heves volt, hogy véletlenül találkozni a Fekete Lotusszal lehetetlen volt. Sok játékos figyelte a virág megjelenését az összes lehetséges növekedési ponton, hol karakterekkel level 1-es szinten, vadászokkal és sámánokkal, akik Eagle Eye és Farsight képességeikkel vizsgálták a területeket, vagy fő karaktereket hagyták ott egy helyen, vagy ingáztak oda-vissza a pontok között, reménykedve a szerencsében. Természetesen néhányan a többi játékos előtt akartak lenni, és botokat is használtak. A fejlesztők reagáltak erre a helyzetre, felgyorsították a Fekete Lotus növekedését, és hozzáadtak új helyeket is, hogy enyhítsék a nyomást a játékosokon, és a botok használatát visszaszorítsák ezzel a funkcióval. Mivel a WoW Classic hardcore szerverek a kor végső változatán alapulnak, ez a változtatás jelen lesz ezeken a szervereken is. A Fekete Lotus iránti vágy. Bár a Fekete Lotus beszerzése a WoW Classicban könnyebbé vált, és már nem lehet úgy követni, ahogy azt korábban lehetett, a Fekete Lotus Mafia nem hajlandó lemondani az adott megyék uralmáról. Új videóban Ezemaus bemutatja, hogy a botok a Fekete Lotus megszerzésére használják a repülő cheateket, hackeket, hogy először szerezzenek frissen spawnolt lotusokat. A videóban jól látható, hogy a föld alatt magas szintű karakterek találhatók, akik veszély nélkül gyűjtik a növényt. Figyelemre méltó az is, hogy az új videó készítőinek sikerült többször is összegyűjteni a lotusokat a botok erőfeszítései ellenére, és minden alkalommal fenyegető üzeneteket kapott. Hagyd abba a lotusok gyűjtését, különben bannolva leszel. Nem nehéz elképzelni, hogy a maffia képviselői játékpanasz rendszer, vagyis report különleges lehetőségeit használják ki, hogy a játékost sok bejelentés után bannolják mindazért, hogy megszabaduljanak a normál játékosok zavaró tényezőitől. Nem beszélve a PvP szervereken való fizikai erőszak lehetőségéről, amit bosszúból tesznek a botok irányába a játékosok. Néhány megjegyzésben említik más játékosok is, hogy ők is találkoztak a föld alatt csúszómászó botokkal, és fenyegetéseket is kaptak, így a maffia nem tervezi abbahagyni tevékenységüket az ismert Black Lotus Spawn megyékben. Különösen a hardcore szerverek hamarosan megjelenés fényében, ahol majd az erőforrások sokkal értékesebbek lesznek a szokásos világokon. Ez volt a cikk, és így egyéni véleményem alapján a hardcore szerverekre minimum kellene egy pár élő GM-et rakni, akik figyelik a játékot, és a bejelentések alapján mindenképpen egy ember által felülvizsgált lehetőséget kell számba venni, annak érdekében, hogy kiszorítsuk a botokat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!